Családi portaprogram konyhakertek fejlesztésére adnak állami támogatást. Húsvéti adomány, csaknem 2 tonna sonkát küldtek az ortodox húsvétra megyei szervezetek. Bringa piknik, egészségért és jótékonysági célból kerekeznek Nyíregyházáról Tokajba. Folytatódik a családi portaprogram Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A rendszer lényege, hogy állami támogatással fejleszthetik hátrányos helyzetű családok saját konyhakertjeiket, ahol zöldséget és gyümölcsöt termelhetnek és kisállatokat nevelhetnek. Ezzel megtermelik maguknak az élelmiszert, a felesleget pedig a helyi piacokon értékesíthetik. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az előző évhez hasonlóan idén is 240 millió forintos keretösszeggel hirdették meg a családi portaprogramot. A pályázat a kertműveléshez szükséges eszközökhöz és alapanyagokhoz, valamint az állattartáshoz biztosít támogatást a hátrányos helyzetben élők körében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében különösen népszerű a program, tavaly 1100 család vett részt benne. Paprika terem a kertben és csirkét is nevelnek ennél a háznál Milotán. A háztáji gazdálkodást itt egy állami pályázat, a családi porta program is segíti. A pályázat szervezett keretek között támogatja a vidéken élő hátrányos helyzetű családok konyhakertjeinek megművelését, valamint a kisállattartási gyakorlatok megszilárdítását. A programot 2022-ben is meghirdették, melyről Máté Szalkán tartottak előadást a térségben élő önkormányzatok és roma kisebbségi önkormányzatok számára. A fórumon Kovács Sándor országgyűlési képviselő elmondta, azokat szeretnék az otthoni gazdálkodás elsajátításában segíteni, akik korábban valamilyen okból nem tudták vagy nem akarták ezt megpróbálni. Vannak olyan családok, akik vagy szocializációs hátrány miatt, vagy csak egyszerűen az élet kényszere, vagy a tapasztalás hiánya miatt nem nagyon akarnak erre helyezkedni már munkaerőpiacon, normál munkaerőpiacon. Ezt Máté Szalka is jól mutatja, hiszen 250 főt tudnánk azonnal felvenni, és körülbelül 700 munkanélküli van a településen. Program keretében megpróbálunk olyan háztáji típusú foglalkoztatást helyben vinni, a portára vinni, ahogyan régen mondták, háztáiba vinni, ahol az emberek újra megtalálhatják egyrésztről az életvitelükhez szükséges nyersanyag megtermelését, ez lehet akár állattenyésztés, akár növénytermesztés. Aztán a fölösleges eladjuk most, ha nagyon profánul akkor megfogalmazni, akkor visszamegyünk néhány száz évet, amikor a helyi gazdálkodásban plusz megtermelt árukból bevételt is képzünk. Az idei pályázatot 240 millió forintos keretösszeggel írták ki, amivel nagyjából 7000 családnak tudnak segíteni. Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 35 településen csaknem 1100 család vett részt a programban. A térségben annak is köszönhető a nagyfokú érdeklődés, hogy a kiskertekben népszerű a gyümölcsfák telepítése. 3 fő elemet emelnék ki. Az egyik a kisállattartás, amely ugye a háztáji gazdálkodás velejárója és egyáltalán a magyar vidéki életnek egyik kulturális sajátossága is lehet. A másik a virágos kert, amelyek a házak előtti előkerteknek a gondozottságát mutathatja. Ezzel is javultva a települési képet, illetve a lakókörnyezetnek a megítélését. A harmadik pedig a gyümölcsösöknek a készítése, gyümölcsfáknak az ültetése. Ugye egyrészt a gyümölcs az egy fontos része, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig nagyon komoly tradíciója és múltja is van ennek. Másrészt pedig a környezeti ártalmak csökkentése az minden szempontból javíthatóak a fák ültetésével is. Ahhoz, hogy a támogatás ne csak egy egyszeri segítség legyen a családok számára, és a háztáji gazdálkodás hosszú távú folyamat legyen, az érintetteknek mezőgazdasági szakemberek adnak tanácsokat. Újabb élelmiszeradomány indult Magyarországról Kárpát-aljára. Szombaton csaknem 2 tonna sonkát vittek a határon túlra Záhonyból. Az ortodox vallásúak ugyanis egy héttel később most ünneplik a húsvétot. Az adomány eljuttatásában több megyei szervezet működött együtt annak érdekében, hogy a háború ellenére meghitté tegyék az ünnepet a bajban lévő családoknak. Ezekből a sonkákból összesen 1488 darab érkezett Debrecenből Záhonyba, ahonnan már külön kísérettel egy humanitárius segélyfolyoson keresztül folytatja útját tovább Ukrajnába. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elnöke elmondta, amint egy 2 tonna élelmiszer mellett egy nagy lelkű magánadomány is része a felajánlásnak.
Az akció célja, hogy olyan menekültek számára nyújtsanak segítséget, akik tömegszállásokon, iskolai termekben, illetve tornatermekben töltik az ünnepet. A Munkácsi Görögkatolikus Püspökség segítségét kértünk, hogy az adomány a legrászorultabbakhoz jusson el a húsvét ünnep keretében, és ők ebben segítenek nekünk. Fontos még tudni, hogy nem csak a megyei önkormányzat, hanem a Hieroteus Egyesület, illetve az Agrárjövőért Alapítvány is partneréül szegődött ennek az akciónak, és ilyen módon tudjuk ezt a 3,5 milliós összegű adományt, sőt a hajdúhúsnak a önzetlensége is kellett az ilyen gyorsan és jó minőségben és viszonylag olcsón tudjuk ezt az adományt eljuttatni. Tehát ez is egy összefogás eredménye. Kapin István, a Hieroteus Egyesület elnöke beszédében hangsúlyozta, a békét legelőször mindenkinek saját magában kell keresnie. Tényleg azt kívánjuk az odát élő bármely nemzetiségű testvérünknek és vallástól teljesen függetlenül, hogy mert az ember ősi vágya, hogy megszabadulni abból a pokolból, amiben él vagy teremt magának, hogy a történelem ura valamilyen nehéz módon rendezi. Ferenc pápa Magyarországot elismerő szavaira emlékeztetett Kis András, az akció egyik főszervezője, miszerint Magyarország Szent Márton örökségét folytatja, amikor az elmúlt évtizedek legnagyobb humanitárius katasztrófájában nyújt segítséget a rászorulóknak. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert a közelséget mutatja meg. Azt, hogy közel érezzük magunkat, keresztény értelmen közel érezzük magunkat az elesettekhez, a menekültekhez. És ez egy nagyon fontos dolog. Az adománya hétvégén érkezett meg Kárpátaljára. Az ortodox egyházban a húsvétot egy héttel később, ezen a hétvégén tartják. A Bringa Piknik idén is az egészségről, a sportról, a jó hangulatról és egy lassúsági versenyről szól. Két megállóban gyümölcsöt, pékárut és ásványvizet kapnak az indulók. A térség turisztikai népszerűsítése mellett idén a jótékonysági szerepet kap a tokai túrán. Közel 1000 bringás indult először 2018-ban Nyíregyházáról Tokaj felé. A nyírteleki és a rakamazi piknikpontoknál több százan csatlakoztak a túrához. A közel 35 kilométeres út végén pedig ellepték a bringások a Tokaji Fesztiválkatlant. A rendezvénynek jó híre ment, az elmúlt években megye határon túról, Budapestről, sőt Japánból is volt résztvevő az ingyenes túrán. A két piknikpont nem csak csatlakozási lehetőség, itt ásványvízzel, gyümölcsel és pogácsával pótolhatják a bringások az elvesztett kalóriákat. A rendezvényt idén először közös szemétszedés előzi meg. A bringásokat május 7-én 13 órától várják a kerékpárút melletti terület megtisztítására. Ennek szakszerű elszállításáról az éjak gondoskodik majd. De más extra is lesz a Bringa Pikniken. A jubileumi dolog miatt egy játékos vetélkedővel vagy versennyel szeretnénk megfűszerezni a fesztiválkatlanba érkezőket. 4 korosztály, korosztályunként 25 induló, online lehet előregisztrálni, csak azok indulhatnak, akik online előregisztrálnak, már el van indítva a felület, már lehet rá regisztrálni. Ez egy 450 méter hosszú, kb. 15 pontból álló, akadályból álló, minél lassabban végrehajtandó játékos verseny lesz, aminek a legfontosabb eleme az, hogy ne tedd le a lábad, és úgy menj végig, minél lassabban rajta. Ez karitatív kiegészítése is a rendezvénynek. Minden bringatusán induló után a szervezők 5000 forinttal támogatják a József András Oktató Kórház gyermekosztályát. A Bringa Piknik egy kiemelt kerékpáros program a megye székhelyen. Az önkormányzat számos módon támogatja ezt a sportágat, legyen szó rendezvényekről vagy infrastruktúráról. Az elmúlt 9 évben egy 80 kilométeres kerékpárút hálózat épült ki a városon belül, másrészt ugye megépült a Nyíregyháza Tokaj közti kerékpárút, aminek a nagyobb része Nyíregyháza határán kívül van, bekapcsolja a nyírteleket, rakamazt és Tokajt ebbe a vérkeringésbe, és maguk a programok. A közel 35 kilométeres Bringa Piknik végállomása idén is Tokaj lesz. A sajtótájékoztatón a polgármester arról beszélt, a kerékpáros turizmus olyan mértéket öltött, hogy szükségessé és indokoltá vált a Tokaj körbicikli út kiépítése. A munkálatok jelenleg is folynak a területen. Ez két forrásból valósul meg, és két gazdája van ennek a tokai körnek. Az első gazdája a NIF,
ő felügyeli a Tokaj Tarccal külterületi útnak a megvalósítását, ő felügyeli a Tokaji hídfőtől a Fesztiválkatlanig a kerékpárútnak a megvalósítását, illetve a Bodrogkeresztúr Lebuj közötti szakaszt is a NIF felügyeli, és ez már tavaly novemberben kezdődött, és remények szerint ez szeptemberben fog befejeződni, és van egy másik része, a hiányzó részeket pedig egy toppos pályázat kapcsán Tokaj, mint gesztor fogja megvalósítani az érintett településekkel együtt. A tervek szerint jövőre a 6. Bringa pikniken egy hegykerülő versenyt is rendeznek majd, ahol profi kerékpárosok indulhatnak, hogy hivatalosan is felavassák az elkészült kerékpáros körgyűrűt. Addig is azonban a megszokott Bringa pikniken vehetnek részt az érdeklődők, amely május 14-én reggel 9 órakor indul Nyíregyházáról a Kossuth térről. A rendezvény ideje alatt folyamatosan mozgó orvosi felügyelet és szervizbusz biztosítja a szükséges ellátást. Emlékképek címmel nyílt fotó és plakát kiállítás a Mandala Dalszínház 30 éves jubileuma alkalmával. A teátrum 3 évtized alatt 6000 előadást mutatott be, hozzávetőleg 2 millió nézőnek. A képek a legnépszerűbb darabokból mutatnak ízelítőt több szereposztásban is. A kiállítás május 15-ig látogatható a Váci Mihály Kulturális Központban. József és a bűvös kabát. Ez volt a Mandala Dalszínház első előadása éppen 30 éve. A plakát most az egykori bemutató helyszínén, a Váci Mihály Kulturális Központban látható. A teátrum 30. jubileumi évadának tiszteletére fotó és plakát kiállításnak ad otthont az intézmény. Tartoztunk már a nézőinknek is, a látogatóinknak és önmagunknak is ezzel a kiállítással. Mindig figyeltünk arra, hogy az adott bemutatóról készüljenek, vagy az izgalmasabb előadásokról készüljenek fotók, fel is kértünk fotósokat, és rengeteg fotó készült rólunk, úgyhogy nem is kértük meg az alkotókat, hogy készítsenek ilyen fényképeket, és ezeket gyűjtöttük, de őszintén be kell, hogy valljuk, hogy a rendszerezés, az archiválás az nem volt éppen tökéletes, és hát 3 évtized van mögöttünk, ez egy jubileumi év, és most született egy ilyen döntés, hogy akkor próbáljuk meg ezeket a rendelkezésre álló fényképeket, plakátokat egy kicsit rendszerezni. És ez történt most meg. A kiállítás az elmúlt évtizedek legnépszerűbb bemutatóiból ad ízelítőt a közönségnek. Nagy részt a bőség zavarával küzdöttünk. Igyekeztünk figyelni arra is, hogy egy-egy tablón, ami ugye úgy van tematizálva a kiállítás, hogy bemutatók szerint vannak csoportosítva a fényképek, de hát ugye a Mandala Dalszínház arról is híres, hogy egy-egy darabot akár egy évtizedig, vagy több évtizedig is játszik, amikor a szereposztás már sokat változott, tehát figyelnünk kellett arra is, hogy lehetőleg minden fontosabb szereplő feltűnjön valamelyik fényképen, és be kell, hogy valljuk, hogy voltak olyan előadások is, amelyekről nagyon-nagyon nehéz volt fotót találnunk, de aztán sikerült. A Mandala zenés, utazó és repertoár színházként is működik. Egyszerre átlagosan 10 produkciót tartanak műsoron, melyek között klasszikus és kortárs bemutatók is szerepelnek. A társulat célja a kezdetektől, hogy ne csak a nagyobb városokban, hanem a régió legkisebb falvaiban élőkhöz is eljuttassák a színházi kultúrát. A Dalszínház kulturális tevékenységét 2019. áprilisában felvették a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. Kíváncsiak lehettek ránk a kezdeti években, hiszen a legelső években is már Vikidál Gyula vendégszerepelt nálunk, Komár László vendégszerepelt nálunk, Szerenyei Béla vendégszerepelt nálunk. Izgalmasnak találták azt, amit egyébként az alapító igazgatónk megálmodott, és aztán az alapítással létre is hozott, hiszen egy zenész színház jött létre vidéken a 90-es évek elején, nem sokkal a rendszerváltás után, ami annyira újszerű volt, hogy hamar hirtelen felkeltette az érdeklődést irántunk, és hamar nagy népszerűségre tettünk szert. A Dalszínház már az első színházi évadban 1992-ben szervezett nyári előadásokat. A szintén 30 éves Mandala nyár című rendezvénysorozat a jubileumi évad egyik kiemelt programja. Az Emlékképek című kiállítás május 15-ig tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központban. A
hétvégén több alkalommal is megállítottak a megyei rendőrök olyan autósokat, akik jogosítvány nélkül vezettek. Nyíregyházán egy 49 éves nő akadt fenn az ellenőrzésen, a 41-es főúton egy 40 éves gávavencsellői férfi, ökörító fülpösön pedig egy 26 éves motoros, aki nem csak jogosítvány nélkül vezetett, de még ittas is volt. Mindhármukat őrizetbe vették a megyei rendőrök. Benn maradt az élvonalban a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák az NB1 A csoport alsóházi rájátszásának negyedik fordulójában 91-86-ra nyertek Pécsen, és a hátralévő két forduló eredményétől függetlenül meghosszabbították első osztályú tagságukat. Pető Ákos együttese szerdán Pakson lép pályára. Edzőváltás követően fogadta a Pécsi Nyíregyházát, amely szinte végig vezetett az első negyedben, de a szünetre 24-24-es állásnál vonulhattak le a játékosok. A második 10 percet a hazaiak kezdték jobban, és előnyüket végigőrizve 3 ponttal vezettek a meccs felénél. Fordulás után egyenlítettek, majd fordítottak a vendégek, de a záró negyed előtt még teljesen nyílt volt a mérkőzés. 5 perc volt hátra, amikor ismét egyenlő lett az állás, de a hajrá a cápáké volt, így Pető Ákos együttese harmadik győzelmének örülhetett a rájátszásban. Jól reagáltuk le a változtatásaikat, hiszen edzőváltásuk volt, és kicsikét éreztük, hogy új szerkezetet fognak kipróbálni, ami logikus is volt, hiszen az legutóbbi meccset már így fejezték be, illetve védekezésben is váltottak, amire szintén úgy gondolom, hogy főleg a második fél időben jól tudtunk reagálni. Sajnos az első fél időben még az agressziójukat annyira nem tudtuk jól kezelni, viszont utána már ez is jól ment, és benti játékukat nehezen tudtuk az elején megállítani, viszont ez is a második fél időre azért feljavult. A forduló másik mérkőzésén a Zalaegerszeg 78-69-re nyert Pakson, így a Nyíregyházával együtt 12 győzelemmel áll a tabellán. Mivel a hátralévő két fordulóban az atomerőműese és a Pécs már nem tudja ledolgozni hátrányát, a kék cápák újoncként elérték a bajnokság előtt kitűzött célt, biztosan maradtak bent a legmagasabb osztályban. Biztos bemaradásnak lehet mondani, hiszen tényleg ott vagyunk, ahol kell lennünk, de hát nem is azt mondom, hogy necces volt, de nagyon komoly energiákat kellett mozgósítani, és tényleg én azt gondolom összességében, hogy ez egy nagyon nagy bravúr, hiszen már most 12 győzelemmel állunk, és két forduló a vége előtt ott vagyunk jövőre is az A csoportban, de ehhez kellett két olyan idegenbeli bravúr, illetve az Zalaegerszeg győzelme, hogy ezt már most kijelenthetjük. Én nagyon büszke vagyok a fiúkra, én azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten leszünk jövőre is A csoportosok. A Nyíregyházára még két meccs vár a szezonban, szerdán Pakson játszanak, majd szombaton a Zalaegerszeget fogadják a cápák. Még azt mondom, hogy a Paksmesnek van tétje a Paks szempontjából, hiszen ők a play-out pályaerőnyért játszanak, bár még lesz egy Pécs-Paks meccs, tehát ott is eldőlhet, és az utolsó hazai meccs Zalaegerszeg igazából két megkönnyebbül csapat, de szeretnénk kiszolgálni a közönséget mindenféleképpen. A szezon záró Nyíregyháza Zalaegerszeg mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. Megszerezte 13. győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Erős Gábor együttese az NB1 29. fordulójában 1-0-ra nyert a Debrecen ellen, és sikerével fellépett a tabella második helyére. A kisvárda szombaton a 10. Budapest Honvéd otthonában lép pályára. Pont nélkül távozott Győrből a Nyíregyháza Spartakus, a Spari az NB2 34. fordulójában 2-1-es vereséget szenvedett az Eto FC-től. Feckó Tamás 9. helyen álló együttese vasárnap a 15. Budafokhoz látogat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Folytatódik a családi portaprogram Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A rendszer lényege, hogy állami támogatással fejleszthetik hátrányos helyzetű családok saját konyhakertjeiket, ahol zöldséget és gyümölcsöt termelhetnek és kis állatokat nevelhetnek. Ezzel megtermelik maguknak az élelmiszert, a felesleget pedig a helyi piacokon értékesíthetik. Az előző évhez hasonlóan idén is 240 millió forintos keretösszeggel hirdették meg a családi portaprogramot. Újabb élelmiszer adomány indult Magyarországról Kárpát-aljára. Szombaton csaknem 2 tonna sonkát vittek a határon túl a Záhonyból. Az ortodox vallásúak ugyanis egy héttel később most ünneplik a húsvétot. Az adomány eljuttatásában több megyei szervezet működött együtt annak érdekében, hogy a háború ellenére meghitté tegyék az ünnepet a bajban lévő családoknak. A Bringa Piknik idén is az egészségről, a sportról, a jó hangulatról és egy lassúsági versenyről szól. 2 megállóban gyümölcsöt, pékárut és ásványvizet kapnak az indulók. A térség turisztikai népszerűsítése mellett idén a jótékonysági szerepet kap a Tokaji túrán.
Április 25-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka derülték mellett enyhe idő várható, csapadék nem lesz, a hőmérséklet 6-8 fok között alakul. Kedden napközben néhol borult, néhol napos idő várható, eső nélkül. A legmagasabb hőmérséklet 15-18 fok körül valószínű. A hét közepén még előfordulhat zápor, zivatar, de a hét végétől visszatér a napos, tavaszi időjárás.